Dr. Barna István egyetemi docens. Jó napot kívánok, és köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Ugye alapvetően megkülönböztetünk jó és rossz bélbaktériumokat. Mi is az a rossz bélbaktérium? Az elmúlt évben, tulajdonképpen egy 5 évvel ezelőtt indult be ennek a kutatása, amikor az volt a kérdés, hogy mi okozza a túlsúlyosságot, mi okozza az inzulinrezisztenciát, mi okozza a cukorbetegséget, és számos olyan betegség formát, amire eddig nem találtuk meg, hogy mi az, ami kézzelfogható változást jelentett. És akkor elindultak az Egyesült Államokban nagy kutatások, majd később Svédországban, Svédországban már az első klinikai vizsgálatok is megtörténtek, ahol azt találták, hogy bizonyos bélbaktériumoknak az aránya 2 kg-ban normális körülmények között az ember vérrendszerében, hogy bizonyos... Nagyon sok, képesztően sok. Ezzel csak élni. Annak az egyik részeinek a felszaporodása, az nagyon típusosan, jellemző módon megemelkedik cukorbetegségben, túlsúlyosságban és bizonyos daganatos megbetegedésekben is. Akkor elkezdték keresni, hogy mi állhat ennek a hátterében, mi az, ami ezt mozgatja, tudunk-e ezzel ellen valamit csinálni. Eddig is tudtuk, hogy vannak ilyen-olyan baktériumok. Azonban a nagy változás az az lett, hogy ezeknek lehetett a genetikáját kimutatni. És akkor a székletből genetikai vizsgálatokkal lehet megmondani, hogy az egyes típusú baktériumoknak az arány eltolódása az jelen van, vagy nincs jelen. Uh-huh. És mit tudunk ellene tenni? Tehát ellenük a rossz? Nagyon a végére szaladt a történetek, de nem baj. Egyet biztosan tudunk, hogy antibiotikummal nem tudjuk módosítani. Ebben a pillanatban, ami bizonyított, és amit teljesen egyértelműen ezek a nagyon nagy vizsgálatok, de ezek már ilyen 3-5 ezer emberen végzett vizsgálatok voltak, svéd szerzők beszámoltak erről, de ha megnézi a különböző orvosi újságokat, akkor nagy arányban, szinte hihetetlen nagy arányban most ezt a világon vizsgálják. De mondom, az egész felfedezés az egy 5 éves történet, amit tudunk tenni, az két irányú. Az egyik az az, a klasszikus értelme vett jó étkezés. A jó étkezésnek vannak kardinális pontjai, amiket ez ideig is folyamatosan hirdettünk, a megfelelő módon a zsírszegény étrend, a gyorsan felszívódó szénhidrátoknak a mérséklése, és ennek aztán nagyon sok árnyalata van, tehát a zöldség, gyümölcs, és akkor van a dolognak egy másik oldala, el ne felejtsük, és azért akarom ezt mondani, a másik az pedig a fizikai aktivitás növelése. Mind a kettővel egyedülálló módon bizonyítani lehetett azt, hogy van arra lehetőség, hogy az ember a magával hozott bélbaktériumoknak az arányát módosítani képes. Én viszont még gondolkoztam, amikor tudtam, hogy ön érkezik hozzánk vendégként, hogy olyan érdekes ez, hogy rengeteg az emésztő rendszeri probléma, tehát nagyon igen, sok a érzékenység, ezek a problémák, tehát hogy engem az érdekelne, és olvastam valahol, és nagyon izgalmasnak találtam, hogy tulajdonképpen a fény is befolyásolja a belső bélflóránknak. Tehát például, hogyha elutazunk tengeren túlra, tehát ha sokat jövünk, megyünk, felborul ez az egyensúly, és még amit szeretnék megkérdezni, mert nagyon érdekelne, hogy a lélek oldala, mert ez a sok emésztőrendszeri probléma nem az, abból is fakad, hogy emészhetetlen a mai világunk, tehát szó szerint emészhetetlen, és az emberek valahol a lelkük fájdalmából híznak el például, vagy táplálkoznak rossz irányba, mert azt kívánja a szervezetük valamiféle örömforrásként, hogy ennek két a lelki... Két kérdést tett fel. Egyik az az, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk felszállunk egy repülőgépre és leszállunk vagy keletre, vagy nyugatra 8-10 órával arrébb. Teljesen egyértelmű, hogy akkor változik a bélrendszerünkben a nappalok és az éjszakák hatására a bélbaktériumok aránya, de ugyanezeket a történeteket el lehet arra is mondani, hogy kik halnak meg legkorábban. És a legkorábban azok, akiknek váltakozó az életritmusok. Természetesen első helyen vannak az egészségügyiek, a rendőrök, és mindenki, akinek változik az életritmusa, akiknek a nappalok és az éjszakák borulnak. Ezt jelenleg bélbaktériumok változásával tökéletesen lehetett ugyanígy jelezni, mint amit a második kérdésében föltett, hogy a test és a lélek hogyan változik együtt. Az kétségtelen is, arra is nagyon-nagyon nehéz egyértelmű magyarázatot kapni, hogy hogyan és milyen módon változik. Eddig, amiket gyönyörű szépen föltett kérdésben, annyit tudunk, hogy valaminek kell lennie. De ebben a pillanatban ez egy nem olyan egyszerű dolog, hogy az ember hogy érzi magát, hiszen
szinte havonként, naponként, percenként változik a hangulatunk, és ezért a bélbaktériumunk nem ilyen gyorsan változik. És amikor azt mondjuk, hogy elkezdünk egy kicsit jobb hangulatba kerülni, vagy megváltoztatjuk az étrendünket, akkor az egy kicsit hosszasabb történet, mint az, hogy egy adott pillanatban súlyos depressziónk van. Depressziósoknál lehet ilyen különbséget találni. De az egy kóros állapot, az nem egy hangulati életkérdése, egy akut hangulati életkérdése. A stressz az megint egy nagyon izgalmas dolog. Ott is történtek ilyen jellegű vizsgálatok, hogy a pozitív és a negatív stressz. Az, hogy maga örömmel végzi a munkáját, vagy nem örömmel végzi a munkáját. Hogy kiáll egy színész, és ott elmondja örömmel, az óriási nagy stressz, de a végén van egy nagyon nagy megkönnyebbülés, és az onnantól fog egy pozitív stressz. Ha valaki tartósan rosszul éli az életének mindennapjait, az biztosan lehet tudni, hogy az kedvezőtlen az élet minden területére. Orvosi nyelven ezt kicsit úgy fogalmazok, hogy szomatizál, tehát különböző testi bajok, problémák megjelennek, amiket kezdett mondani, azokat mind, ha egy kicsit megnézik, a múlt század elején Jung, Freud és egyébek mind összefoglalták, hogy kezdve a vállaim nem bírják a súlyokat, nem tudok valamit megemészteni, hogy szeretet hiányos vagyok, és biztos ettől vagyok pajzsmirigy beteg, és a többi, és a többi, vagy a cukorbetegség, ugye hát ezek mind olyan történetek, amiket lehetett tudni. De miben van az újdonságunk? Az újdonságunk az abban van, hogy legelső alkalommal van egy olyan, amire azt látjuk, hogy RNS génekkel szabályozott különböző baktériumoknak az aránya eltulódik. Ezt soha nem tudtuk eddig kimutatni, hogy vajon mi az, ami változik. És amit most ugye mi itt elkezdünk, és tulajdonképpen ez a Diavitas programban indítunk, az pont arról szól, hogy megnézzük az egy adott program elején, hogy magának van-e értelme erre az egészben részt vennie, hiszen ha ez nincsen, akkor ami egészen más irányba kell, hogy kutakodjunk. Azok a vizsgálók, akik ezt más országokban megtették, azok megnézik 0 percben, a 6. hónapban és 1 év múlva. És bizony lehet látni a különbségeket. És akkor jön az, hogy a testsúlya javul, hogy a inzulin érzékenysége csökken, és a többi, és a többi, tudjuk folytatni a nekem területen. Nagyon tetszett, bocsáss meg, csak annyira komplex az önök létesítménye, és ez engem annyira megfogott, és a sport, és hangsúlyozzuk a sportot, mert ez még a legrosszabb lelki állapotban is úgy gondolom, hogy hihetetlen pozitív energiákat szabadít fel. Ha van még egy fél percem, azért ezt muszáj, hogy mondjam, mert látom már az időt nézi, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanez érvényes a sportnál is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van fizikai aktivitás, akkor csak akkor, ha valaki ezt örömmel teszi. Ugyanígy ki lehet egy gyönyörűen mutatni, hogy az, akinek ez egy teher, az ne sportoljon azt. Annak meg kell találni az ő sportját. Hanem a fizikai aktivitás növelésének lehetséges módját, hiszen mi beteg emberekkel találkozunk döntően, vesebetegekkel, cukorbetegekkel, szívbetegekkel. Ott is fontos az, hogy hogyan mozoghatnak. Hát ebben kell segítséget nyújtani. Még röviden azt mondjuk el, hogy kiket veszélyeztet leginkább. Ugye elmondtuk általánosságokban, hogy kiket érintett. De konkrétan kiket veszélyeztet leginkább ez a rossz bélbaktérium? A kérdés az úgy kell feltenni, hogy kiket nem. Tehát hiszen minden ember számára egy nagyon érzékeny mesdjén, egy nagyon vékony pallón haladunk abba az irányba, hogy mikor leszünk túlsúlyosak, hogy mikor legyünk, hogy a civilizációnak egy fantasztikus kedvezőtlen és nagyon kedvezőtlen és rossz kimenetele a túlsúlyosság. A különböző anyagcsere eltérések, a cukorbetegség, a zsíranyagcsere zavara, egyáltalán nem kell fizikai aktivitást végeznünk ahhoz, hogy nagyon könnyen, nagyon gyorsan, nagyon jól lakjunk, nagyon rossz táplálékokkal. És ehhez meg se kell moccannunk. Tehát nincs olyan, akit ez nem feszélhet. Ha csak azt a statisztikát mondok, direkt nem akarok itt számokat mondani magának. De ha arról beszélünk, hogy a felnőtt lakosságnak mondjuk a 75%-a túlsúlyos, vagy annak a határán van. Hogyha azt mondjuk, de egyértelműen 40% az biztosan túlsúlyos. A morbid obezitás aránya, tehát akiknek 40 fölött van a BMI-jük, vagy a 110 fölött van a haskörfogatuk férfiaknál, 100 fölött van nőknél, ez biztosan lehet tudni, hogy legalább a felnőtt lakosságnak 35-40%-a. Tehát magyarán mindenki. És az igazi probléma az, hogy az egész a gyerekkorban kezdődik. Hogyha megfelelő módon tudjuk őket táplálni, hogy nem lesznek a sejtek zsíréhesek, akkor ebben tudunk nekik érdemben segíteni. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk, és biztosan fogjuk még folytatni a témát, hiszen erről még lenne mit beszélni. De arra nagyon szépen megkérem doktor urat, hogy maradjon itt velünk.